Köszöntöm a Tellerna magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Megmutatom, milyen témákat választottunk mai adásunkba. Települési akciónapok Tolnán tolnai köztisztviselőt ismertek el. Kiváló pedagógus díjat kapott Barináné Rit Gabriella. Télen sem tétlenkednek a tolnai kajakosok. Oltási akciónapok kezdődtek Tolnán. 2022. januárjában minden csütörtökön, pénteken és szombaton a 12 év feletti korosztályt várják első, második vagy harmadik megerősítő oltásra. Előzetes időpont foglalásra ezúttal sem lesz szükség. Januárban egész Tolna megyében minden csütörtökön, pénteken, illetve szombaton lesz oltási akció. Magyarország kormánya az átoltottság növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében hirdette meg ezeket a lehetőségeket. A kórházi oltópontokon, a kijelölt járásközponti szakrendelőkben és a házi orvosoknál is fel lehet venni a vakcinát, így lesz ez Tolna városban is, tudtuk meg Lehőc Reginától, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatójától. Oltási akciónapokat szerveztünk most, a kormány szervezte ezeket az akciónapokat a kormányhivatal segítségével, illetve a megyei oltási munkacsoport vezetésével. Ezeknek az akciónapoknak a keretében Tolnán felállítottunk egy járási oltási pontot. Ez a Garai tér 4 szám alatt található, abban az épületben, ahol egyébként az orvosi ügyelet is megtalálható. Itt vannak a védőnök, és a védőnök egyik helyiségében folyik az oltás. Csütörtök délután, péntek délután és szombaton 10-től 18 óráig. Jelenleg 5 féle oltóanyag, Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen közül lehet választani. Ezen az oltási akciónapon elsősorban a tolnai házi orvosok vesznek részt, ők vállalták ezt a feladatot. Nekik csak egy ajánlott hétvégét kellett volna oltani, egy péntek délutánt és egy szombati napot, ezen felül vállalták a csütörtök délutáni oltási napot is, és ezután is szeretnék ezért köszönetet mondani nekik, hogy ebben nagyon rugalmasan együttműködnek, és vállalták ezt a plusz munkát mindenféle plusz díjazás nélkül. Előzetes időpontfoglalásra nem lesz szükség, mondta a főigazgató. Ezen az oltási akciónapon az oltakozni vágyók a meghatározott időben előzetes regisztráció nélkül és előzetes bejelentkezés nélkül, időpontfoglalás nélkül jelenhetnek meg, és megkapják a kívánt oltást. Természetesen választhatnak a vakcinák közül, de van egy orvosi ajánlás is, és az orvosnak és a páciensnek együtt kell eldönteni, hogy melyik vakcinát választják. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják első, második vagy megerősítő harmadik oltásra, ami a szakemberek szerint 80-90%-ra emeli a koronavírussal szembeni védettséget. Senki nem gondolná, hogy már túl van a nyugdíjkorhatáron, fiatalos lendülete megmaradt, és bár bevallotta, néha már fáradtabbnak érzi magát, ez nem látszik rajta. Akiről szó van, Brun Györgyné, akit a Magyar Kormánytisztviselői Kar a köz szolgálatáért elismerésben részesített egyedüli Tolna megyeiként. A díj kapcsán munkásságáról és tolnai kötődéséről beszélgettünk. Szakmai életét általános iskolai tanárként kezdte. Azt mondja, imádta az iskolát, jó testületek, kiváló kollégák vették körül, akiktől nagyon sokat tanult. Bár eredetileg Bonyhádi származású, szépen lassan Tolna lett az otthona. És noha mindig gyűjtment maradt, ezt soha nem éreztette vele senki. Én mi volt az eszemet, tudom, hogy egy ilyen elcsépelt szlogen, de gyerekkoromban is már így az nagyon tetszett nekem az akkori pedagógusoknak a munkája, és már akkor is tetszett a pedagógus pálya, és úgy valahogy efelé orientálódtam aztán a középiskola során is, és végül is Pécset végeztem biológia testnevelés szakon 1982-ben. És úgy akkor még volt ez a társadalmi szerződés a felsőoktatási hallgatókkal, nem tudom, hogy most is vannak hasonló ösztöndíjak az önkormányzatok részéről, de ez a megyével kötött szerződést jelentett. És azt jelentette, hogyha aki megkapta ezt az ösztöndíjat, akkor annak 5 évre el kellett helyezkedni a Tolna megyében bárhol, ahová kijelöltek neki számára egy munkahelyet. És ez úgy adódott, hogy Tolnán volt biológia testnevelés szakos állás 82-ben, a 2. számú általános iskolába, és akkor jöttem ide Bajári Miklós bácsival beszélgetni, ugye akkor augusztusban. Hát egy tünemény egy ember volt, ugye első látásra is, nagyon szerettem. És utána az iskola is egy nagyon jó választás volt, mert nagyon jó közösségbe kerültem, nagyon segítő, támogató kollégák közé. Aztán a családalapítás is ide kötötte. Csak úgy mondták, hogy itt együtt ment, ahogy úgy éreztem, hogy attól függetlenül az elfogadnak, meg szeretnek.
Én nagyon sokra értékeltem azt, hogy Tolnán az embereknek ilyen gyökereik vannak, hogy több száz évre visszanyúl, és hogy ilyen összetartást van, és egy csomó hasonló népben, és mindenki valahol rokon valakivel. Tehát ez engem annyira lenyűgözött, és a mai napig is úgy van, hogy valahogy a lelkem én még irigylem is őket, hogy nem is tudják, hogy mennyire jó helyük van, hogy olyan helyen élnek, ahol a gyökerek is ott vannak, és ugye a szülők, a nagyszülők, és a többi felmenő is, akár ugyanabban a házban is, vagy megvan még az a ház, az ősi házak, tehát ez egy fantasztikus dolog. Tehát én nagyon, nagyon szívembe zártam Tolnát, ott a Duna közelsége szintén vonzó, és úgy mindjárt az elején egy baráti társaságba becsöppentem, úgymond, ami azóta is ugyan megvan, még kicsit tovább fejlődött, ugye, mert azóta már ugye egyesületté is szerveződtünk, tehát sok olyan mankó volt, ami azért támogatott, hogy én maradjak egy csak ott Tolnán, ha már ott van ez a jó kis munkahely, meg az a jó kis közösség, meg az a jó, kellemes, szép város. Illetve hát a férjemet is, hogy ott ismertem, meg összeházasodtunk, és ott onnantól kezdve akkor már nem volt visszaütő, hogy a gimnáziumban dolgozott, tehát ott ragadtunk. Az életemnek a nagy részét én Tolnán töltöttem, tehát ugye most Bonyhádban nem sokat voltam, középiskolában is már Szekszárdra jártam, tehát úgy attól függetlenül szeretem Bonyhádot, meg hogy ott is vannak ismerősök, család. De úgy igazándiból én Tolnainak érzem magam, bármit is mondhatnak rá erre a Tolnaiak, tehát én azért Tolnainak érzem magam, hogyha megkérdezik, hogy hová valósít vagyok, akkor Tolnai, és büszke vagyok a tolnaiságomra. Rung Györgyné 20 év után az iskolai tanítást a szakirányításra cserélte, amikor a polgármesteri hivatal alkalmazásába állt. Egy más feladat, egy másféle munka. És úgy az ember úgy, hogy ne fásuljak be, ne legyen az, hogy mert 20 évig tanítottam, és én nagyon szerettem tanítani, és a gyerekek is szerettek, úgy érzem, úgy emlékszem rá, tehát nem ilyen gondom volt, meg a munkám is jó volt, de mégis a váltást azért valahogy bennem volt, hogy valami mást is kéne csinálni, a másik oldalt is megnézni, fenntartói oldalt, és úgy utólag azt mondom, hogy nem volt rossz, mert úgy kitágult a világ, tehát sokkal más szemmel, más szempontokból is láttam ugye magát, az oktatás irányítást, és ez is egy nagyon érdekes feladat volt. Tehát én ezt is szerettem csinálni. Összeállt a dolog, hogy amikor időnként az iskolában úgy morgolottunk, hogy most miért van ez így, miért kell úgy csinálni, ugye a másik oldalon, az asztal másik, akkor megértettem, hogy hát igen, azért, mert a jogszabály, meg a egyéb körülmények ugye ezt indokolják, hogy ennek úgy kell lennie. És az ember úgy akkor megértettem, még ha nem is mindig értettem mindennel egyet, de megértettem, hogy itt nem igen van más választás, ezt kell csinálni. Így, hogy megvolt a kapcsolat az iskolával, megvolt a tapasztalatom, ugye egy előtte tanítottam, tehát én nagyon tudtam, hogy mi az, amit irányítunk, és hogy mi van belül. Azért ez nagyon nagy előny volt a fenntartói részről. Ma már egyértelmű, hogy igazán azt tud jól irányítani egy szakterületet, aki a napi gondokat megtapasztalta a saját bőrén, mondja Brun Györgyné, aki az oktatás irányítás korszerűsítése révén lett a szekszárdi tankerület szakmai vezetője. De nyilván az ember azt, amelyik, ahol van, ugye azokat a szempontokat veszi előtérbe, de figyelembe tudom venni a másik oldalnak is az igényeit, és úgy megértőbb tudok lenni velük. Tehát azért amennyit lehet, de nyilván enged, meg megpróbálja támogatni a másik a kérését, amennyire a jogszabályok lehetővé teszik, természetesen igen. 17-ben az egy felső döntés volt, hogy összevonták a járásokat, amit én egyébként nagyon jó döntésnek tartottam, mert mi eléggé vergődtünk ott kis tankerületként. Kevesen voltunk azért a rengeteg feladatra, meg ugye az anyagi források sem voltak akkor még mindig annyira kiegyensúlyozottak, és az, hogy összevonták ugye a járásokat, és lettek ugye központok, ugye Tolna megyében és a szekszári tankereti központ, illetve a tamási tankereti központ, tehát eleve sokkal több szakember van itt bent, a anyagi források biztosítottak voltak, tehát egyszerűen ez egy sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb, jogszerűbb irányítás volt már innen Szekszárdról. Túléptem azon, hogy hiányozzon az iskola. Ami elmúlt, el tudom engedni, meséli. Ma már egészen más célok vezérelnek, elsősorban a család az, ami leginkább fontossá vált. Ezzel együtt nagyon meglepődtem, amikor kiderült, engem jelöltek a díjra. Tényleg annyira nagy megtiszteltetésnek érzem. Most és tényleg nagyon köszönöm a kollégáimnak, hogy felterjesztettek, és hogy én ezt megkaphattam, mert ez egy nagyon szép zárása a pályámnak, úgy érzem. Tehát én nagyon köszönöm. Az lehet benne, hogy talán tetszett nekik, amit csináltam. Én nagyon sok segítséget kaptam a munkám során a mindenkori vezetőimtől is, meg a kollégáktól is, tehát itt, akár az iskolában, tehát jó igazgatók voltak. Jó kollégák voltak, jó közösség voltak, az önkormányzatnál úgy szintén rengeteg támogatást kaptam, rengeteg segítséget kaptam. Ilyen közösségi ember vagyok, én mindig is szeretem a társaságot, barátaim vannak, tehát nekem ez úgy furcsa még egy kicsit, de
majd azért most kitaláljuk. A férjem is ugye nyugdíjas, úgyhogy most akkor otthon építjük fel magunknak a jövőt, a programunkat, hogy mit fogunk csinálni. Azt mondja, mostantól igazi civil életet fognak élni, amire megvannak a terveik, és amíg az energiái engedik, ebben fogja kiélni magát. Most rövid reklám következik, majd egy nagyon érdekes pedagógussal térünk vissza, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, marós, tancoló és élhajlító gépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos. Hegesztő, üzemtechnológus és szerelő, amit kínálunk. Pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költség támogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77 17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Folytatjuk is a Telena magazin 2019 óta részesíti a Szekszárdi Tankerületi Központ elismerésben azokat a pedagógusokat, akik több éven át kiemelkedően oktatták, tanították a diákjaikat, és mindemellett emberi hozzáállásukkal is példaként állíthatóak az ifjúság elé. Ezt az elismerést kapta meg a Tolnai Vosinszky Mora Általános Iskola testnevelő tanára. A Szekszárdi Tankerületi Központ kiváló pedagógus díjjal méltatta Barináné Rit Gabriellát, aki 1980 óta van a pedagógusi pályán. Tolnán a Vosinszky Mor Általános Iskolában testnevelő tanárként és osztályfőnökként, a Tolnai Holtágon pedig kajakkenu edzőként számos gyereket nevelt a sport és a vízisport szeretetére évtizedeken keresztül. A pedagógusi pályája kezdetéről kérdeztük, arról, hogy mi sodorta a szakma irányába. Nagyon régóta vagyok a pályán, 1980-ban lettem először óraadó, akkor még egyes iskola volt Tolnán, az egyik iskola, és jó néhány évig óraadóként dolgoztam az intézményben, mellette edzősködtem főállásban, aztán egyszer csak megváltozott, az akkori igazgatónő hívott, hogy jöjjek főállásba tanítani, és akkor olyan szinten váltottam, hogy főállásban tanítottam, és mellékállásban edzősködtem itt a klubnál. Most is ugyanez a helyzet egyébként.
A pedagógus szakma nem könnyű. A sok nehézség mellett viszont rengeteg örömöt és szeretetet is adnak a gyerekek. Erről is beszélt Barináné Rit Gabriella. Én nagyon-nagyon élveztem, a mai napig is nagyon élvezem magát a tanítást is. Szeretek a gyerekek között lenni. Szeretem a gyerekeket. Hozzá kell tegyem, hogy a pályám tulajdonképpen egy nagyon szerencsés pálya, mert végestelen végig nagyon jó osztályaim voltak, jó képességű, jó tanuló gyerekekkel, és olyan kapcsolatot tudtam velük kialakítani, hogy ez egy szeretetteljes kapcsolat lett. A mai napig is nagyon sokan fölkeresnek, telefonálnak. Én is, ha találkozom velük, akkor egyből közös nevezőn vagyunk, és tényleg kötetlenül beszélgetünk. És a gyerekeimnek a nagy része az tényleg nagyon-nagyon sikeres, nagyon sokan főiskolát, egyetemet végeztek, vannak köztük olyanok, akik kiváló szakmunkások, itthon dolgoznak, vagy külföldön dolgoznak, úgyhogy a mai napig is szeretek velük együtt lenni, találkozni, beszélgetni. A jó tanár nem csak attól jó tanár, hogy szakmailag felkészült és változatos módszereket alkalmaz az órákon a tananyagok elsajátítására, figyelembe véve a diákok képességeit, hanem attól is jó pedagógus, hogy őszintén és elfogadóan kezeli a diákjait. Ha az ember egy nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani a gyerekekkel, ez általában őszinteségen alapuló, meg tudjuk beszélni a gondokat, problémákat, ők jeleznek. Ugye ma már a technika segítségével, akár messengeren, akár telefonon, vagy épp pont egy e-mailt írnak, én mindig nagyon vigyázok arra, hogy ha nem hosszan, de beszéljük meg, foglalkozzunk az ő problémáikkal. Bizalommal vannak irányomba, én gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít. Én mindig is azt vallottam, hogy a pedagógus pályán rendkívül fontos a szakmai tudás, de legalább annyira fontos az emberség és a gyerekekhez való hozzáállás. A sport, a kajakkenu sportág és a sárkányhajózás szeretete végig kísérte a 40 év alatt, és erre igyekezett a gyerekeket is buzdítani. Férjével, Barina Józseffel együtt a mai napig elhivatottan tartanak edzéseket a gyerekeknek. A helyi tantervbe is belevették a sárkányhajózást, a diákok nagyon szívesen mennek és szállnak vízre a testnevelés órák keretein belül. Rendszeresen szerveznek sárkányhajó versenyeket is. A hosszú évtizedek alatt számos eredményesen teljesítő versenyzőt kineveltek, akik a világbajnoki címig is eljutottak. Akár a bázisiskolából, a Vosinskiból, akár a Széchenyiből is lettek világbajnokok, illetve a Mözsi iskolából is, az első István iskolából is. Úgyhogy ez nagyon nagy büszkeség nekünk, hogy egy ilyen pici településen sikerült tulajdonképpen a csúcsra eljuttatni ezeket a sportolókat, akár fiúkat, akár lányokat. Ez igaz az ifjúsági korosztályra is, de a felnőttekre is. Azoknak pedig, akik gondolkodnak ezen a sokszor nehézségekkel tarkított, de ugyanannyi szépséget is magába rejtő pedagógusi pályán, mit tanácsol? Erről is beszélt Barináné Rit Gabriella. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Egy nagyon nehéz pálya ma. Aki elkötelezi magát ebbe az irányba, tulajdonképpen sikereket is fog elérni, én úgy gondolom. Nem biztos, hogy mindig az a siker az iskolában, ha valaki ötös vagy kiváló. Az is siker, amikor valaki egy stabil kettes tud elérni, hiszen lehet, hogy nem olyan képességekkel rendelkezik, mint az osztályban lévő 4-5 tanuló. Tehát ez is lehet siker. Erre is büszke lehet egy pedagógus, én úgy gondolom. Jó kontaktust kell kialakítani a szülőkkel, nagyon tudnak nekünk segíteni a pályán a szülők, de ahhoz a szülőnek érezni kell, hogy mi is segítőkészek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan alap dolgok, hogyha ezt valaki magáévá teszi, akkor a pályáján sikeres tud lenni, és nem kudarcként él meg egy kettest, vagy egy hármast, hanem annak is tud majd örülni. A Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója Gerzsei Péter 2019-ben alapította a kiváló pedagógus kitüntetést, amelyet azok a tanárok kapják, akik több éven át kiemelkedő eredménnyel nevelték, oktatták a tanulókat, és emberi hozzáállásuk is példaként állítható az ifjúság elé. Bár a vízen ilyenkor hűvös az idő, a tolnai kajakosok nem tétlenkednek. 22 versenyző mérettette meg magát a Pakson megrendezett regionális téli fizikai erőfelmérő versenyen, melyen 10 szakosztály több mint 200 fiatal kajakosa és kenusa vett részt. A tolnaiak közül többen éremmel tértek haza.
Kitartásról és erőről szólt ez a nap a fiataloknak, akik igencsak kitettek magukért. Köztük az a 22 fiatal tolnai kajakos, akik szintén megmérettették magukat a Pakson megrendezett regionális téli fizikai erőfelmérő versenyen. Összesen 10 szakosztály, több mint 200 kajakosa és kenusa vett részt. A Magyar Kajakkenu Szövetség 2021 év elején, nagyjából február hónapban létrehozta országosan a különböző regionális akadémiákat. Ezek közül a mi akadémiánk, ami a Dél-Dunántúli régiót képviseli, Dunaújváros, Dunaföldvártól délen a Dunamentén, illetőleg körkörösen a Balaton, Balaton déli partja egészen a Dráváig határokon belül fekszik. Szóval ezt az akadémiát képviseljük mi. A mi akadémiánk Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakosról kapta a nevét, amire azt gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék lehetünk, hogy a Zoli nevét képviselő akadémiát visszük, és abban sportolnak gyerekeink. Lényegében az akadémia itt összefogja az adott terület, adott régiónak a működését, a versenysportját, a képzését. Igyekszünk minél több dolgot hozzáadni a gyerekek felkészítéséhez, támogatva, segítve az edzőket. Lehetőséget kaptunk arra, ugye itt a pandémia idején is, hogy a versenysport az folytatódjon tovább, hogy edzéseket tudunk tartani, illetőleg, hogy bár zárt kapus rendszerbe, szülőktől, nézőktől elzártan, de lényegében a versenysportot is folytathassuk. Éppen egy héttel ezelőtt volt az akadémia kölyökkorosztályú versenyzőinek egy edzőtábora, futótábor volt Orfűn, különböző erősítésekkel. Kicsit erre is építve most az őszi erőfelmérőt végre valóban élőben meg tudjuk tartani. Itt a különböző korosztályoknak az erősítés, illetőleg állóképességi felmérései zajlanak. A nagyobbaknak 12 perces kuperfutás, a kisebb gyerekeknek iskolakört kell futni, továbbá milyen benti feladatsorok, húzózkodás, plank, karhajlítás, hasgyakorlatok korosztály függvényében vagy lábemelés formájában, vagy éppen az iskolában is használható netfit has felméréssel dolgozunk. Tulajdonképpen valamennyire az akadémiákat is összehasonlítjuk, de elsősorban ugye egy adott korcsoportban az akadémia területén sportoló gyerekek között alakul ki egy rangsor, ahol vizsgáljuk a minőségi létszámot, hogy jelenleg hol tartanak a gyerekek, és február végén, vagy február elején újra mérjük a gyerekeket, hogy hogy zajlott az alapozás, ki hogy tudott dolgozni a télen. A tolnai kajakosok minél több érmet szeretnének szerezni, így nyilatkozott a verseny elején vezető edzőjük, hiszen akkor sikerélménnyel térnek haza a fiatalok. Az alapozás elején tartunk, ilyenkor van ez a felmérés, a Heraklész felmérés, ez a Kammerer Zoltán akadémiai egyesületek vesznek ezen részt. Hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, tavasszal nem tudtunk jönni, online felmérés volt mindenki az egyesületében. Tehát évek óta ide járunk, nagyon jó a helyszín is, a rendezés is, mert egy helyen van minden, nem kell elmenni sehova, és közel van minden egyesületnek ez a helyszín. 22 fővel jöttünk Tolnáról. Igen, lányoknak is, fiúknak is, ők is várták a versenyt, ugye érmet lehet kapni, az első 6 helyezett éremdíjazásban részesül. Az erőállóképesség az nagyon fontos, a téli erőgyűjtés is erről zajlik, és ugye vízi versenyek nincsenek, hát így legalább találkozhatnak egymással, és versenyezni szeretnek a kicsik. Ami nagyon fáj, az a lábemelés, egy percig kell fej fölé fogásig megérinteni, az fájdalmas, sarcsizom, az tud fájni, a többi az nem, a szívesen, ez egy kicsit fáj. Szakmailag azt az elvet valljuk, hogy a legkisebbeknél a részvételt díjazzuk, hogy teljesítették a felmérést, hogy itt voltak, minden kisgyerek egy oklevélben és egy kis ajándékcsomagban részesül, míg ahogy a korosztályban megyünk fölfelé, a kölyök korosztály felé, ott már valóban az első, ugye nálunk nem az első hármat, hanem az első 6-ot szoktuk díjazni, a 4., 5., 6. helyezettek is bronzéremben részesülnek, egy kis plusz motiváció szerzés gyanáz. A tolnaiak 7 éremmel tértek haza. Horváth Zsófia, Barina Bence Márton, Szabó Erik, Szakály Vanda, Gyöngyösi József, Táborfi Márk és Mármarosi Noel örülhetett a megerőltetett nap végén. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!